Ez a videó a hasi, a lágyék és a porckoronsérvhez vezető okokról fog szólni, illetve olyan ételekről és kiegészítő táplálékokról, amelyek segítenek a problémát rendbe tenni és megelőzni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A sérv oka a gyengeség a kötőszövetekben, ami lyukak kialakulásához vezet. De mi is okozza ezt a gyengeséget? A sérv kialakulását a glikált fehérjék okozzák. Ezek lényegében egyesült, összeolvadt fehérje és cukor molekulák, amelyek, ha elterjednek a testünkben, rengeteg gondot tudnak okozni. Ők a felelősség a legtöbb időskori betegségért, például az időskori látás és memória romlásért is, és jelentősen meggyengítik a kollagént tartalmazó szöveteinket is. A kollagénről pedig tudjuk, hogy számos szövethez, köztük a bőrhöz, az izmokhoz, a csontokhoz, az inakhoz, az agyhoz és a szívhez ad formát, erőt és épséget. Azáltal, hogy a kollagén meggyengül, megnő a szakadás esélye. Ugye a sérv arra is figyelmeztet, hogy máshol is gyengék lehetnek a szövetek a szervezetünkben. Például az ereknél. Ugye a kollagén hiány az artériák merevségét okozza, így ezáltal az artériák szakadásának az esélye is nő, ami már egy veszélyes állapot lehet. A glikált fehérjék mennyisége növekszik a korunk előre haladtával, a sok dohányzás hatására, illetve, és talán ez a legfontosabb, a magas vércukor szinttől, ami általában sokszor prediabéteszt vagy cukorbetegséget is jelent. A különböző cukrokon belül a fruktóz az, amelyik jóval nagyobb mértékben hoz létre glikált fehérjéket a szervezetünkben. A fruktóz nagy részét az édes gyümölcslevekkel visszük be, például almalével, baracklével, aztán ott vannak a szirupok és a szörpök is, melyek rengeteg különböző egyéb ételhez is hozzá vannak adva. De a glikált fehérjék nem csak képződnek a szervezetünkben, a sok cukor, főként a sok fruktóz hatására, hanem be is vihetjük őket az ételeinkkel. Ha egyes ételeket 120 fok fölé melegítünk, megnő bennük a glikált fehérjék mennyisége. És minél hosszabb ideig melegítjük őket, annál több képződik bennük. A legproblémásabbak és leggyakoribbak a sült krumpli, a sült lisztből készült ételek, például a fákok, sütemények és az agyon sütött húsok. Az első megoldás a sérv megszüntetéséhez és a kiújulás esélyeinek a csökkentéséhez a táplálkozásunk átalakítása, ami a cukorbevitel és a szénhidrátbevitel csökkentését jelenti elsősorban. Zárjuk ki a fruktózt és a gabona ételeket főként. Az egyik legfontosabb mikrotápanyagunk a szalagok és a szövetek megerősítéséhez a mangán. Mangánra szükség van a prolidáz nevű enzim létrehozásához, amely a kollagén termeléshez szükséges. Fontos tudni, hogy a nyomelemek együttműködve fejtik ki a hatásaikat a szervezetünkben, és ellensúlyozzák egymást, így hosszú távon nem csak mangánbevitelben gondolkodjunk, de célszerű a többi, az összes nyomelemet is pótolni. Itt ajánlom a figyelmetbe az elektronik italport. Magas mangántartalmak a zöldleveles zöldségek, a fahéj és a magvakdióféléknek a többsége. Pótoljunk kollagént is rendszeresen, hiszen a kollagén a fő összetartó szövetünk. Az ételek közül jó kollagénforrások a bőrös, porcos, zsírosabb húsrészek. Az ételeken túl kiegészíthetjük a kollagén bevitelünket, kollagén porokkal is. A hidrolizált kollagén prolinból, glicinből és hidroxiprolinból tevődik össze, tehát a kollagén alapanyagait tartalmazza, amelyekből a testünk felépítheti saját kollagén szöveteit. A C-vitamin elősegíti a szervezetünk saját kollagénjének a termelődését, illetve a felépítését. Célszerű tehát magas C-vitamin tartalmú ételeket is fogyasztani rendszeresen, mint amilyen a savanyú káposzta, a sárga paprika vagy a homoktövislé. Érdemes sok vörös húst, például marhahúst, illetve tojást is fogyasztani, mivel a szövetek megerősítéséhez aminosavakra, fehérjékre is szükségünk van. A magas fehérjetartalmú ételek bevitelével javíthatjuk az izomműködést, és növelhetjük az izomtömeget is. És végezetül a K2 vitamin fontos szerepet játszik a kálcium porckorongokhoz való kötésében, és abban, hogy a korongok erősebbé váljanak. Tehát porckorongsérv esetén hosszabb távú K2 pótlásban is célszerű gondolkodni, illetve a K2 mellé ugye mindig a D3 vitamint is szedjük. A K2 vitaminból nagyobb dózist is bevihetünk, és olyat szedjünk, amelynek az MK7-es a fő összetevője. Jó K2 vitamin források a sajtok és az erjesztett zöldségek is.
Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a kollagénről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!